Nincs ok az aggodalomra, a Kínából indult koronavírus még nem jelent meg Magyarországon. A vírus terjedésére azonban fel kell készülni, illetve az influenza járvány miatt is elsődleges fontosságú a megelőzés. Kubecki Krisztina, a Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet kórház higiénikusa, egészségügyi dolgozóknak tartott február 13-ai tájékoztatójában egyebek mellett elmondta, a koronavírusoknak több fajtája ismert. Az új 2019-nCoV nevű koronavírus a Kínában található város Wuhan piacához köthető. A járvány elsősorban még Kínában van jelen. Február 11-i adatok szerint 43.118 igazolt fertőzéssel és 1017 halálesettel. Kínán kívül eddig 25 országból 412 megbetegedést igazoltak vissza, nálunk pedig még nincs igazolt eset. Bármikor előfordulhat az, hogy Magyarországra is bekerül a vírus. Ráadásul ugye ennek a vírusnak még az egyik nehezítettség az ilyen fertőzéseknél, hogy már a lappangási időben is fertőz, ezért is terjed ilyen nagy számban, főleg zárt közösségekben. Azért azt is kell tudni, hogy azért Kínának például ennek az egy városnak a lakossága annyi, mint Magyarország lakossága. Tehát ezért is terjed ilyen nagyon gyorsan. Annak ellenére, hogy azért hát viszonylag, most már azt mondják, kicsit későn, de azért reagáltak és azért próbálták betartani a úgynevezett karantént, hogy ne nagyon hagyják el azt a várost. A Mezőkövesd Városi Önkormányzat rendelőintézetében megtartott tájékoztatójában a szakember a megelőzést hangsúlyozta, napi többszöri kézmosás, a gyakrabban érintett felületek fertőtlenítése, ha pedig felmerül a fertőzés gyanúja, a beteg kikérdezése szükséges, hogy az elmúlt 14 napban volt-e külföldön, illetve hogy van-e neki, vagy bármely családtagjának kínai kötődése. Elmondta, mint általában minden fertőzésnél, ennél a vírusnál is az idősek és a krónikus betegek vannak a legnagyobb veszélyben. Dr. Tóth József, a Mezőkövesd Városi Önkormányzat rendelőintézetének orvosigazgatója is a megelőzés fontosságát, illetve azt hangsúlyozta, ha betegnek érezzük magunkat, bármilyen vírusfertőzés esetében azzal tehetjük a legtöbbet, ha otthon maradunk. Ha valaki érzi magát, hogy megvan fázva, mondjuk lázas, akkor nem szabad azonnal berohanni az orvosi rendelőbe. Föl kell hívni, tanácsot kell kérni. Ugyanis, ha ő berohan, az ott lévő még nem betegeket biztosan megfertőzi. Ilyenkor otthon kell maradni. Lázcsillapítás, bármilyen lázcsillapító folyadék. Amennyiben 2-3 napon belül ez nem múlik el, vagy ezen az időszakon belül légszom keletkezik, ajak lilulás, akkor persze, akkor szólni kell orvosnak, és akkor ő tud intézkedni. Koronavírusnál, ha gyanú van rá, belázasom, akkor otthon kell maradni, szólni akkor az orvosnak, az orvos kimegy, és ha ilyen gyanú van, kívja a mentőt, és bekerül az infektológiát. Ugyanis én is felelős vagyok azért, hogy én ne fertőzzem meg másokat. Dr. Tóth József azt is elmondta, megelőzésként is viselhetünk maszkot, de fontos, hogy betegként is hordjuk, hogy mások ne kapják el tőlünk a vírust. A szénszűrős FFP3 típusú maszkot pedig az egészségügyi dolgozóknak kell viselni, akik a koronavírus fertőzése gyanús betegekkel kerülnek érintkezésbe. Ezekkel a maszkokkal a rendelőintézeti rendelőket is felszerelik. Hozzátette, a vírus ellen tüneti terápia van, lázcsillapítás és sok folyadék fogyasztás, illetve az influenza járvány miatt továbbra is a védőoltás beadásának fontosságát hangsúlyozta. Fontos a személyi higiénia, ennek elősegítése érdekében az intézmény földszintjén a betegek számára készfertőtlenítő lett már korábban kihelyezve.